Jó estét kívánok, köszöntöm nézőnket, szervusztok! Kedden Magyar Péter közzétett egy hangfelvételt, amely közte és az ex-felesége Varga Judit között játszott le, és amelyet az otthonukban rögzített. Ezen a beszélgetésen súlyos állítások hangoznak el, alapvetően a Völner-Sadl ügy vonatkozásában. Ezt a hangfelvételt, illetve ennek a különböző vonatkozásait a Völner-Sadl ügyel kapcsolatban hosszan elemeztük a héten, több adásban is itt a Partizánon. Ugyanakkor szintén kedden Varga Judit két hosszú Facebook posztban reagált a volt férje cselekedeteire. Erről is részletesen beszámol arról, hogy Magyar Péter bántalmazta őt házasságuk alatt, illetve válások után sem szűntek meg a fenyegetései. Varga Judit elmondása szerint a szóban forgó hangfelvétel is egyike volt azoknak az eszközöknek, amelyekkel sarokba szorította őt Magyar Péter. A Facebook posztok egyikében, majd pedig tegnap este Hajdú Péternél a Frisbee TV műsorában megemlítette Varga Judit azokat a nőjogi szervezeteket, amelyekkel még igazságügyi miniszterként együttműködött, utalva a 2020-ban létrehozott családjogi civil munkacsoport és az igazságügyi minisztérium közötti találkozókra, ahol a civil szervezetek fogalmaztak meg szakpolitikai ajánlásokat a döntéshozók számára az áldozatsegítési eljárások hatékonyabbá tétele érdekében. A mai kerekasztal beszélgetésünkben meghívtuk ezeknek a szervezeteknek azon jelenlegi és egykori képviselőit, akik részt vettek ezeken a találkozókon, Varga Judittal annak idején. Arra kértük őket, hogy reagáljanak az egykori igazságügyi miniszter szavaira. Egyáltalán beszéljünk arról, hogy pontosan mit lehet elmondani Varga Judit nőjogi eredményeiről. Először bemutatom azt, hogy kiket sikerült megszólítanunk és elhívunk ide a mai este folyamán. Itt van velünk Betlen Anna, feminista közgazdász kutató, nőjogi civil szervezetek munkatársa, az Ifigénia Emléklap című blog szerzője. Szervusz! Szervusz, köszönöm a meghívást! Itt van velünk Sáfány Réka, nőjogi szakértő és az egymáshoz kapcsolódó női civil ernyőszervezetek, a Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség elnöke, valamint az Európai Női Lobby volt elnöke. Szervusz! És itt van velünk dr. Nográdi Noá, nőjogi szakértő, feminista politika filozófus, korábban nőjogi civil szervezetekkel, főként a Patent Egyesülettel dolgozott együtt. Szervusz! Köszönöm mindhármatoknak, hogy elfogadtátok a meghívást. Azonnal bele is kezdünk akkor a téma kitárgyalásába, de előtte egy rövid összeállítással készültünk, amely a tegnap este Varga Judittal sugárzott műsorból egy rövid ismertetés arra vonatkozóan, hogy pontosan milyen állításokat is fogalmazott meg Varga Judit Hajdú Péternek. Nézzük meg ezt, és utána neki kezdünk a beszélgetésnek. Én ezt úgy éltem meg egyébként a praxisomban, és ez is nagyon fáj nekem most, amikor látom a balosoknak az üvöltő hallgatását, hogy én nagyon sok áldozatsegítő központot nyitottam, például 3 volt, mikor miniszter lettem, 17 volt, mire kiléptem, és azt mondtam, minden megyeszékhelyen lesz, már csak 3-at kell nyitni. Ez az egyik. Másrészt családjogi munkacsoportot működtettem, ahol nagyon sokszor személyesen vettem részt, és ott volt mindenki, még a balos szervezetek is, Patent, Nane, Hintalovon, a Sorosékat is oda ültettem az asztalhoz, mert azt mondtam, hogy szerintem itt mi mind jót akarunk. Mi mind azt akarjuk, hogy a bontóperekben a gyerekek ne szenvedjenek, azt akarjuk, hogy a kiszolgáltatott helyzetben lévő nők vagy férfiak vagy öregek ne szenvedjenek. Itt addig nem menjünk ki ebből a szobából, amíg nem oldjuk meg ezt a problémát. Nagyon sok bíró szakértővel, ügyészekkel, gyermekvédelmi szakértőkkel, mert meg akartam oldani. Ráadásul jöttek a szörnyű esetek, a gyűri gyerekgyilkosság volt, a gyöngyösi gyilkosság, tehát hogy az egy annyira szerintem, és mondjam, igazságtalan, és most már ezt mondhatom civilként, közélettől távol lévő emberként, hogy engem vádoltak azzal, hogy szívtelen vagyok, meg azt mondtam az isztambuli egyezményre, hogy politikai hisztéria. Igen, mert a politikai része az egy teljes felesleges porhintés, hogy akkor abban beleerőltetnek mindenféle migráció támogató ideológiát, de maga a tartalom az a magyar jogrendszerben megvan, és hogyha én azt mondtam mindenkinek, ne az egyezmény ratifikálásától várják a mennyei megoldást, hanem a cselekvéstől, és én itt vagyok, és cselekedjünk együtt, mert én most éppen miniszter vagyok, úgyhogy a legtöbbet tudok nektek segíteni abban az ügyben, ami nekem is legalább annyira fontos, mint nektek a saját munkátokban. És ezt sokan értették. És úgy gondolom, hogy azok a szervezetek, akik nem politikai alapon foglalkoznak gyermekvédelemmel, vagy éppen áldozatsegítéssel, vagy nők elleni erőszak elleni fellépéssel, azok mind értették. És nagyon jó dolgokat csináltunk együtt. És most ugye látom a mai hírekben is, hogy már itt kifiguráznak, hogy én mit mondtam az isztambuli egyezményről, látom azt, hogy nem is volt jó az áldozatsegítés. Meg hát látszik, csak az én példámon látszik, hogy mennyire összetett és bonyolult egy bántalmazásnak a lefutási görbéje, ahol a bántalmazónak nem az a logikája, hogy minden egyes atrocitás után, incidens után ő rendőrt hívjon, mert nem megsemmisíteni akarja a partnerét, nem tönkretenni akarja a partnerét, hanem a családja és a gyerekei érdekében bízik az utolsó pillanatig.
Ez volt tehát a részlet a Frisbee TV műsorából, és akkor elsőként Nógrádi Noához fordulok. Noá balosok üvöltő hallgatásáról beszélt Varga Judit. Ez a kifejezés ugye megjelenett a Facebook posztjaiban is, minthogyha direkt hallgatnának a nőszervezetek a Varga Juditért bántalmazással kapcsolatban. Mennyire jogos ez az ő számon kérése? Hát alapvetően először is én megkérdezném, hogy milyen alapon balos, vagy hogy hogyan balos, mert ez valami, amit itt szokás mondani ezekre a szervezetekre. A nőszervezetekről érdemes azt tudni, hogy nem létezett olyan kormány, amivel szemben ne lett volna kritikus, és amivel ne lett volna különböző témákban összezörrenése abban a tekintetben, hogy próbálták ezek a szervezetek a nőjogi szempontokat centrálni, és mindig azokat középpontba helyezni, és kihangosítani, és ez semmilyen fajta kormányoknak, itt van valami kis muslinca, semmilyen fajta kormányoknak nem tetszett úgy, ahogy volt. Volt erről talán Anna tud majd többet beszélni, hogy például a távoltartás kialakítása során, ami egy elvileg balos kormány alatt zajlott, ott milyen összeződülések voltak. Tehát, hogy én már abból nem értem teljesen, kire van utalva, ami nálam igazán kiveri a biztosítékot, igazából ebben az egész bejátszásban, vagy így abban, amit most itt ennél kivágtatok, egyetlen olyan mondat volt, amire azt gondolom, hogy igaz, és az, hogy mennyire bonyolult és összetett egy ilyen nőnek a helyzete. Ezt mondta, hogy a saját történetéből is látja, hogy ez mennyire bonyolult és összetett. Na pont ezt a bonyolultságot és összetettséget próbáltuk kihangsúlyozni abban a rengeteg szakmai anyagban, amiket leadtunk ennek a egyeztetési folyamatnak a során, amiket ők minden további nélkül söpörtek le az asztalról. Tehát, hogy az ebben a nagyon nehéz, hogy továbbra is hozza föl ezeket a példákat, mi az áldozatsegítő központokról, amikkel kapcsolatban többször megfogalmaztuk azt a kritikát, hogy az a probléma, hogy nem nyújtanak specializált szolgáltatásokat kifejezetten a családon belüli és szexuális erőszak bűncselekmények áldozatai számára, pedig nyilván, hogy teljesen más segítségre van szüksége valakinek, akinek ellopták a bicikliét, és bemegy egy áldozatsegítő központba, mert el kell jutnia valahogy a A-ból B-be, vagy mert más segítségre van szüksége ezzel kapcsolatban, és például egy családon belüli erőszakból menekülő embernek, igaz? Na, és az a eddig a tapasztalata a nőszervezeteknek, hogy nincsen speciális képzése azoknak, akik az áskokba dolgoznak, és nem tapasztalják így a bőrükön az áldozatok azt, hogy ez speciálisan nekik lett volna létrehozva. Miközben pedig ezek az áskok úgy voltak beállítva, mint hogyha kifejezetten ezt a problémát centrálnák. És ez csak egy, igazából tökre szívesen végigmennék, akár tételesen is az összes állításon. Végig is fogunk menni, megígérem, csak szeretném, hogy az Anna is reagálhat. Szóval mit lehet erre mondani igazából, még egy pillanatra a legelső állításnál megmaradva Varga Juditnak, valóban vádolhatóak-e a magyar nőjogi szervezetek azzal, hogy szelektív az empátiájuk, amikor egy jobboldalinak, saját önbevállása szerint jobboldali nő számol be az ő általa megélt bántalmazásokról? Én erről nem tudok, hogy a nőszervezetek, amelyeket én ismerek, azok ne fogadták volna el az ő vallomását, vagy elbeszélését, hogy bárki is kételkedett volna közülünk, vagy a kollégák közül az ő szavaiban, a hitelességükben, vagy bárki is azt mondta volna, hogy nem igaz. Erről én nem hallottam ilyenről, és nem is olvastam semmi ilyesmit. Úgyhogy nem, azt tudom mondani, hogy ez nem igaz. Lehet, hogy politikusok, vagy politikával foglalkozók azok, akik nem ismerik azt, hogy mi is a helyzet azzal a nővel, aki kiáll akármilyen kis nyilvánosság elé, akár csak egy családsegítő szolgálat elé, akár a nyilvánosság elé, a média nyilvánosság elé, azzal, hogy ő bántalmazott, nagyon ritkán mondanak valótlant ilyenkor. Az nagyon ritka eset. Más bűncselekmények esetében is alacsony a hamis állításoknak az aránya, de a nők elleni erőszak esetében nagyon alacsony, mert ez egy megalázó szituáció, ezzel nem szeret dicsekedni az ember. Nagyon ritka, úgyhogy szakmai minimum, hogy elfogadjuk az ilyesmiről beszámoló nőknek a vallomásait. Réka? Igen, abszolút nincs okunk kételkedni abban, hogy igazat mond, és teljesen beazonosíthatóak azok a jegyek, hogyha erre akarunk kitérni, amik jellemzőek általában egy ilyen bántalmazó kapcsolatra. Viszont
egy kicsit felmerül az emberben tényleg az, hogy minimum öncélúnak tűnik az, hogy van egy ilyen kiszólása, hogy a balos szervezetek így, meg balos szervezetek úgy, hogyan vélhetően hogyan fognak erre reagálni, meg hitetlenkedéssel, stb. Ez azért is van így, ahogy már a kollégáim már így mondták korábban is, hogy egy átpolitizáltság jellemzi ezt a témát, és a mi igyekezetünk, a legnagyobb igyekezetünk ellenére. És ez egy nagyon hosszú folyamatra, vagy nagyon hosszú időre tekint vissza, és már a 2010-es kormányváltás idején, de már előtte is ugye, ahogy említettétek, probléma volt az, hogy hogyan állnak hozzá a nők jogaihoz, a nők jogainak kérdéséhez, de a 2010 után, hogyha lehetett, akkor ez még szintet lépett mindenképpen, és számtalan nyoma van, vagy számtalan lépés történt abba az irányba, hogy minket eltávolítsanak, vagy hogy magát a nőjogi kérdést relativizálják, illetve fölépítsenek egy alternatív, ilyen úgymond gongó rendszert olyan szervezetekből, akiket ők favorizáltak inkább. Tehát tulajdonképpen átvették a mi helyünket, és megszűnt a korábbi nők és férfiak társadalmi egyenlősége munkacsoport például, aminek egy darabig volt egy olyan olvasata, vagyis hogy volt egy olyan terv, hogy majd több egyházat belevesznek, stb. De az végül nem valósult meg. Későbbi időpontban emberi jogi, illetve nőjogi munkacsoport jött létre, de ugyanakkor ellenünk teljes támadás indult, tehát a mi civil szervezeteinket a norvég alaphoz való kapcsolódás miatt, illetve úgymond lesoroshoztak minket, emiatt támadások értek, és ezzel egy időben viszont meghívtak ebbe a munkacsoportba. Tehát ez a fajta kettősség, igen, és erre rá is kérdeztünk, ezt hárították, ezt a kérdést. Mindjárt átérünk ígére a munkacsoport működésre, meg egyáltalán arra, hogy hogyan lehet értékelni a nőjogi eredményei felől az igazságügyminiszteri működését Varga Juditnak. De még egy pillanatra vissza az interjúhoz. Az, amit elmondott Varga Judit, az alapján, amit ott megosztott a nyilvánossággal, amúgy ez szerintem érdekli a nyilvánosságot, hogy milyen segítségeket kaphat majd nő, ha ilyen helyzetbe került. Tehát ugye az a legfontosabb kérdés talán, ami több fórumon is felmerült, hogy addig, amíg nincsen vérontás, gyakorlatilag milyen segítséget kérhet a magyar államtól egy egyébként láthatóan terrorban élő nő, hogyan tud kimenekülni egy ilyen típusú párkapcsolatból, ha egyébként egy jól szituált, felső-középosztálybeli nő esetében is láthatóan, hogy ez több mint egy évtizeden keresztül fönnállt ez az állapot, hogyha nem neki akarjuk fölrólni ezeket az okokat, már pedig ne róljuk fel neki ezeket az okokat, akkor mit lehet elmondani, ma milyen segítség elérhető a magyar nők számára? Vannak segítségek a magyar nők számára is. A nagyobb probléma az, hogy kevesen tudják, hogy érhetők el ezek a segítségek, és ha sikerül elérni, akkor sem biztos, hogy szerencséjük van vele. Ugyanis természetesen van rendőrség, fordulhatnak bűncselekmény gyanúja esetén rendőrséghez, kihívhatják a rendőrséget, bemehetnek levélben, e-mailben, kérhetnek segítséget, rengeteg módja van, mehetnek a családsegítőhöz, főleg abban az esetben, ha gyerek is van az ügyben, akkor a gyerekjóléti szolgálathoz is kérhetnek segítséget. Ha szerencséjük van, akkor olyan munkatársal találkoznak, aki nem érzéketlen a problémájuk iránt. De ez a te megítélésed szerint ma jelenleg szerencse kérdése? Hát nézd, az a helyzet, hogy én nem végeztem kutatást erről, hogy milyen arányban kapnak jó segítséget a hatóságokhoz vagy a szervekhez forduló nők. Mi, akik jogi segítséget nyújtunk, én magam részéről 10 évig vagy még tovább, azokkal találkoztam, akiknek problémájuk volt. Tehát ugye azok jöttek hozzánk, akiknek nem sikerült, vagy nem eléggé sikerült jó segítséget kapniuk. Lehet, hogy vannak, akiknek igen. Mi nagyon sok olyan családsegítővel, gyerekjóléti szolgálattal, gyámhivatallal, és bírósággal és rendőrséggel találkoztunk, ahol nem értik, hogy miről van szó, és nem tudnak, nem akarnak jó segítséget nyújtani. Tehát ők például kétségbe vonják sok esetben a nőnek az állítását, azt gondolják, hogy hazudik, hogy túloz, hogy csak meg akar szabadulni a férjétől, hogy jól akar járni, stb. És nem tudják, hogy ez egy milyen folyamat, nincsenek erre kiképezve. Például nagyon nagy probléma, hogy akárhány központot hozunk is létre, ha a benne levő emberi erőforrás nincsen megfelelően felkészítve.
Hát valóban egyébként a magyar viszonyokról valószínűleg sokat elmond az, hogy a nem tudom én, magyar társadalom valószínűleg legerősebb politikai közössége a Fidesz részéről több prominens is úgy nyilatkozott, hogy évtizedes tudásuk volt arról, hogy Varga Judit egy bántalmazó kapcsolatnak az áldozata, és ehhez képest ők maguk sem tudtak ezzel kapcsolatban semmifajta védelmet nyújtani, vagy bármilyen módon kezelni ezt a helyzetet. Ha jól értem, igazából csöndben nézték, és ilyen szempontból asszisztáltak ehhez. Szóval mit lehet igazából mondani azoknak a nőknek, akik adott esetben nézik ezt a műsort? Lehet, hogy hasonlót élnek meg, mint amiről Varga Judit beszámolt. Hova érdemes fordulniuk? Honnan kaphatnak segítséget, Noa? Hát én mindenféleképp kiemelném, amiket mindig ki szoktunk emelni, ezeket a szolgáltatásokat. Van ugye a NANE Egyesületnek a lelkisegélyvonala, van a Patent Egyesületnek a jogsegélyszolgáltatása. A két szervezet együtt elindított egy segítőkhálózata nevű kezdeményezést, ami a praktikus lépések megtételében segít. Tehát, hogyha például az ember még soha nem tett feljelentést, és nem tudja, hogy azt hogy kell csinálni, akkor ehhez lehet fordulni. Tehát ezek az alapvetőek. Nyilván egyébként van a központi okitos szám, arról nem annyira jókat hallottunk, így érintettektől, hogy az mennyire hasznos, de alapvetően, hogyha az ember, inkább akkor hasznos, hogyha az ember olyan életveszélyes helyzetben érzi magát, hogy abban a pillanatban, tehát hogy így, ha most megkéselne típusú helyzet, mert hogyha nem akut, és egyébként ez is egy olyan dolog, amit ezeken a munkacsoport üléseken én például jeleztem, hogyha ugye ebben van egyébként egy diszkrepancia abban, amit az áldozatokat segítő nőszervezetek képviselnek, és amit az állami megközelítés képvisel, nevezetesen az a családon belüli erőszak esetekben, hogy a mi szakmai tudásunk szerint a biztonságos kilépést az segíti elő, hogyha a kilépés megtervezett. Uh-huh. Tehát, hogyha az ember a különböző kockázati faktorokat végigveszi, és alaposan megtervezi, hogy hogyan fog tudni biztonságból kerülni, míg például az okiton, hogyha az ember azt mondja, hogy... Az országos közvetlenül telefonszám. Ez az, így van. 24-ben elérhető... Így van, ez az. Tehát, hogyha ott egy nő azt mondja, hogy ő neki szüksége van egy krízishelyre, akkor mondhatják neki azt, hogy jó, oké, van pont egy hely, és akkor ide is ide tudsz menni így most. És hogyha ő azt mondja, hogy most, hogy azt így hogy, nem tudom hány száz kilométerre innen, akkor azt mondják, hogy ja, akkor neked nem elég akut és veszélyes a helyzeted, és akkor meg mit hívsz? Tehát, hogy ez egy olyan fajta lépéstételt nyom, ami a mi szakmai véleményünk szerint nem a célra vezető abból a biztonság szempontjából. Mert hogyha az ember egy ilyen helyzetből kilép, akkor érdemes különböző dolgokkal felkészülnie, és azzal, hogy arról például, hogy mivel érdemes felkészülnie, hogyha az ember szeretne felkészülni, mondjuk felhívja valamelyik segélyvonalat a kettő közül, akkor tud infót kapni. És egy kicsit forduljunk rá Varga Judit igazságügyi miniszteri tevékenységének a megítélésére. Ugye az interjúban, a beszélgetésben azt mondja, hogy nagyon sok áldozat segítő központot hozott létre. Ugye a legelsőt 2017. június 21-én nyitották meg Budapesten, majd további 13-at országszerte, és ezen kívül még 4 áldozat segítő pontot, tehát összesen jelenleg országosan 17 ilyen intézmény működik. Ezek Érdemben javítottak-e ezen a helyzeten? Hogy lehet megítélni ezeknek a működését? Erre valószínűleg a kollégáim többet tudnak majd mondani a jogi esetek alapján, de igazából egy kicsit az feltűnt nekünk, hogy már korábban is voltak ehhez hasonló központok. Tehát a Novák Katalin például 2015-ben arról beszélt, hogy krízis központok működnek, és annak az is több mint 10, és ilyen számok sokszor elhangzottak, illetve az, hogy félutas kiléptető házakat terveznek létrehozni, erre ennyi költségvetési keretet szánnak, és sokszor igazából az is egy problémánk volt, hogy hiányzott a transzparencia, az, hogy tudtuk volna, hogy pontosan milyen szakmai protokoll alapján működnek ezek, hogy tényleg az anonimitás, illetve biztosította az ott lévőknek a teljes biztonsága, és hogy nem fogja őket a bántalmazójuk megtalálni. Ilyen úgymond teljesen bevett szakmai elvárásoknak nem tudtuk, hogy megfelelnek-e ezek a központok. Igen, de mondom. Még azt szeretném hozzáfűzni, hogy mi most a közvélemény is, és mi is itt most,
egy kicsit elcsúszunk abba az irányba, hogy mi van azzal a nővel, akinek el kell otthonról menekülnie. Tehát ilyen otthonba, vagy valami ilyesmi menedékhelyre. Ebből is nagyon kevés van, de ilyen huszada annak, amennyinek lenni kéne egy ENSZ előírás szerint, vagy efféle arányban. Vagy ezrede. Igen? Ezrede. Ó, bocsánat. Akkor már na jó, szóval nagyon kevés menedékhely van, olyan pedig, ami kifejezetten a bántalmazott nők igényeire van igazítva, ami az ENSZ előírása volna. Tehát nem a csáók, a családok átmeneti otthonai, ahova bármilyen család, aki hajléktalanná válik valamilyen ok miatt, árvíz, tűzvész, bármi is befogadható, hanem nők, esetleg gyerekkel, akik a bántalmazó partnerük elől menekülnek, tehát ezek számára szinte nincs is kiépítve szakszerű hely. Tehát tudnak ők is valahova elmenekülni, nem erről van szó, de ezek nem specializált, ahogy azt Noá mondta korábban egy másik összefüggésben, ezek nem specializált helyek. Nincsenek ilyenek igazából Magyarországon, ugyanis mi nálunk ezeknek a menedékhelyeknek a törvényi hátterét a gyermekvédelmi törvény biztosítja, amely családok átmeneti otthonait ír elő, ahova menekülhet, vagy ahova elhelyezhető az a család, amely valami miatt hajléktalanná vált, gyermekes család. Például gyermektelen nők, van most már hely gyermektelen nőknek is, de nagyon kevés és nagyon rövid időre tudnak oda elmenekülni, ez ilyen extra. De igazából a fő probléma nem ez, ez is nagyon nagy probléma, de a nagyon nagy tömeget érintő probléma az olyan, mint a nyilatkozónak az esete, őnek is kellett volna menedékházba menekülnie, nem ez volt a problémája, hanem neki a bántalmazó kapcsolatban a helyzetének a javítására kellett volna jogi, szociális, gyermekvédelmi, stb. Segítség, amit bejáró módon egy gyerekjóléti szolgálatban vagy bárhol elérhetett volna. Ha lenne ilyen, vagy ha ő tudta volna, hogy van ilyen, vagy ha merte volna igénybe venni. Tehát az a lényeg, hogy a több százezer ma itt közöttünk élő bántalmazott nő plusz a még sokkal több százezer gyerek, azok nem feltétlen menekülni akarnak, hanem nekik szolgáltatásokat kéne nyújtani. Egyébként mi az irányszám, hogy ez képest a százada, vagy az ezrede van meg ezeknek a pontoknak? Ez valami EU-s direktíva, kettő amihez is képest? Van. Kérlek, akkor ezt mondd el. Van egy ENSZ direktíva, mit tudom én 30 évvel ezelőttről, ami azt hiszem minden 10 000 főre lakosra egy menedékhelyet ír elő, és van egy Európa Tanácsi direktíva körülbelül 20 évvel ezelőttről, ami sokkal kevesebb lakosra szed. Igen, és én most 500. javítanám is magamat, amit mondtam, hogy ezre, de az nem a direktívákhoz kapcsolódik, hanem ez ahhoz kapcsolódik, az én, nem is tudom, az én argumentumhoz kapcsolódik, ami az, hogy ugye tudjuk azt, hogy több mint 220 ezer nő él Magyarországon olyan kapcsolatban, amiben fizikai bántalmazás is éri, tehát hogy itt most ugye tehát a durvább fajta, vagy így a fizikai erőszakot is involváló erőszakról beszélünk, és amikor ugye nincsen transzparencia, de mi egy időben csináltunk egy ilyen kémkedést, hogy hány ilyen férőhely van, és hát kb. 200-300 lett, ami ebből kijött az ilyen menedékházakban, tehát ez azt jelenteni, hogyha azt képzeljük el, hogy minden ilyen nő el akar menni valahova, akkor 1000-szer ennyi férőhely kéne, hogy legyen. Nyilván nem minden nő akar elmenni, vagy így nem minden nő tud elmenni, tehát hogy ez inkább az én, ez nem az ENSZ-es kalkuláció, ez az én érvem, de hogy elképesztő az a diszkrepancia, ami a számok között van, és ami az ellátórendszernek a férőhelyei között van. És hogyha már így nálam van a szó, akkor megragadom az alkalmat, hogy egy kicsit visszakanyarodjak erre az áldozatsegítő központos kérdésedre. Igen. És rácsatlakozzak arra, amit a Réka mondott, arról, hogy nincs transzparencia, hogy emlékszem, hogy az egyik ilyen családjogi munkacsoportos ülésen, azt hiszem családjog is volt, mert volt egy pár másik egyébként, van ilyen nőjogi, meg tematikus munkacsoport, meg gyerekjogi, meg LMBT, meg ilyenek, és akkor mi így próbáltuk azt kiokumulálni, hogy voltak éppen, ők érzik-e úgy, hogy ide mennek bántalmazott nők? Tehát, hogy ők mit érzékelnek az ügyfélszámban, mert erről nem volt adat, és akkor büszkén bejelentette a nem tudom milyen referens, aki akkor így felelőssévé vált ennek, hogy hát ők most eldöntötték, hogy ők fognak statisztikát gyűjteni arról, hogy milyen fajta esetekkel jönnek be az áldozatsegítő központokba. De eddigre már bőven ment az a narratíva, hogy ezek az áldozatsegítő központok, ezek itt mentik meg a nőket garmadáival, és ilyenek.
És akkor mondta, hogy hát annak lehet, hogy igen, már ideje lenne, hogy, hogy legyen arról statisztikátok, hogy milyen ügytípussal mennek, mert ezek a szervezetek nem azt tapasztalják a különböző vonalakon, hogy ez lenne az, ahova mennek a nők, vagy hogyha mennek, hogy ez lenne az, ahonnan ők segítséget kapnak. És alapvetően ehelyett, tehát, hogy az van, hogy ezek az áldozatsegítő központok, ezek ilyen gyönyörű, ilyen, nem tudom, kis szimbolikus izék, akkor ott át lehet vágni a szalagot, meg akkor el lehet mondani, hogy már mennyi van belőlük, de alapvetően az igazi probléma az nem is csak az, hogy így mi az a hely, ahol lehet menni segítséget kapni, hanem az, amit már az Anna elkezdett az előbb mondani, hogy van ez a szó, vagy ez a kifejezés, amit sokat szoktunk használni, ez az intézményi árulás, ami azt jelenti, hogy amikor erőszaknak az áldozatai intézményekhez fordulnak, ilyen utolsó mencsvárként, akkor nem azzal szembesülnek, tehát ők arra számítanak, hogy ez az intézmény az azért van, nem? Tehát a rendőrség az azért van, meg a bíróság az azért van, hogy majd igazságot tesz, és akkor majd segít, és akkor majd én így meg tudom a segítségükkel magamat szabadítani. De ehelyett nem azzal találkoznak, nem a segítséggel, hanem nagyon-nagyon sokan a hátráltatással találkoznak. És ezek a fajta kritikák azok, amiket egyébként például Varga Judit is, és mások is politikai kritikának próbálnak beállítani, ez egy szakmai kritika. És ezekről viszont készültek kutatások, és készültek esettanulmányok, és készültek nagyon jó összefoglaló háttéranyagok, amiket mind jól meghivatkoztunk, és mind a tudtukra adtunk, és mind elküldtünk. De hát hogy így úgy tűnt, hogy senkit nem érdekel az például az ilyen történetek, hogy bírók kiküldenek párokat a folyosóra, hogy ott beszéljék meg ezt a kis izéjüket, ami van nekik. Tehát hogy ez így nem pendítette meg a húrt, és hogy így nem arra van szükség, hogy ilyen nem tudom milyen központok nyíljanak, és akkor szalagát vágunk, hanem arra, hogy egy szisztematikus intézményrendszer szintű reform legyen. Szoktuk sokszor mondani a képzéseket, hát a képzések ennek nagyon szignifikáns része, mert hogy így nincsen jelenleg azoknak, akik a szakmai életükben nőkkel erőszak áldozatokkal találkozhatnak, nincsen háttérképzésük, ez nincs beleépítve a képzésre. Akkor bocsáss meg, hadd egyszerűsítsem csak, amit mondasz, hogy jól értem, igazából azt mondod, hogy ezek az áldozatsegítő központok, mint intézmények nem hoztak érdemi javulást, ellenben alapvetően a politikai propaganda eszközei voltak arra, hogy lehessen mutatni, hogy valami fajta szándék munkálkodik a kormányzatban azért, hogy ezzel, ha nem is javítson ezen az állapoton, de legalábbis foglalkozzon vele. Ezt mondod? De azért... Jó, Anna, vitatkozni ezzel, és akkor Réka, tessék. Nem, inkább kiegészíteném, tehát nem csak az áldozatsegítő központok jöttek létre, mit tudom, hogy 2019-től vagy mi, hanem 2018-tól létrejött 7 darab nem, krízis központ, vagy krízis ambulancia nevű. Áldozatsegítő pont elvileg ezen. Nem, az más. Ez az ökumenikus segélyszervezetnek az égisze alatt hozták létre 2018-ban. Ez mellett még pluszban. Külön. Ezen kívül még vannak az áldozatsegítő szolgálatok is, szeretném jelezni, az meg a rendőrségnél van. Uh-huh. Ezek így párhuzamosan, kinek a, nem tudom, hogy ez biznisze, vagy pedig szenvedély, vagy én nem tudom, hogy függenek ezek össze, vannak ilyen dolgok. Például ezeket a krízis ambulanciákat, amelyekből azt hiszem 7 hoztak létre a 7 régióban, illetve a 7. a budapesti, az nem ebben a projektben jött létre, mert ez EU-s pénzből, támogatásból jött létre, és Budapesten már nem lehetett EU-s támogatást fejlesztési forrásként felhasználni, úgyhogy azt állami pénzből kapta meg az ökumenikus segélyszervezet a budapesti központhoz a finanszírozást. Én úgy láttam akkor az első néhány évben, amik komolyabban figyeltem, hogy a budapesti az működött, rendkívül túlterhelten, rendkívül nehezen elérhető módon. Volt jogásza, volt pszichológusa, volt ilyen szociális munkása, de rendkívül túlterhelten, tehát alig lehetett eljutni oda. A többi közül nem mindegyik működött, egyáltalán. Volt, amelyiknek honlapja se volt, tehát megtalálni se lehetett gyakorlatilag. Lehet, hogy azóta már felfejlesztették, most nem néztem egy ideje. De ezek, az a lényege ennek a dolognak, hogy létrehoznak valamit, és nem foglalkoznak a fenntartásával, a fejlesztésével, a,
a monitoringgal, nem tesznek bele még, nem elég az épület, meg néhány állás, hanem ezt be kell vinni az egyetemek alapképzési rendszerébe. Az orvosi, a pszichológusi, a tanári, a szociális munkás, a szociálpolitikus, a rendőr, a jogászképzésben mindenhova be kell vinni ezeknek az ismereteknek a, nem is csak az alapjait, hanem nagyon sok ilyen ismeretet, ezt folyamatosan fejleszteni kell, ezeknek az intézményeknek a működését folyamatosan adatolni kell, fel kell dolgozni az eredményeket, milyen problémával jönnek, hányan jönnek, mit tudunk segíteni, mit nem tudunk segíteni, mibe ütköznek bele, mi nem működik, ezeket időről időre felül kell vizsgálni, ennek megfelelően újra és újra javítani kell a tananyagokat, tehát egy állandó munkát igényel, mint minden más szakterület egyébként. Tehát ez se kirakat rendezés. Akartam valamit hozzátenni? Igen, de talán még valószínűleg ki kell majd térnünk az isztambuli egyezményre. Ó, ne aggódj, még rengeteg ilyen témánk van, persze. Témájára, de hogy az jutott eszembe, hogy 2020 körül, tehát 2020-21, amikor a Covid tombolt, ugye, akkor volt részben, hogy találkoztunk ebben a családjogi munkacsoportban. Ennek volt bocsánat, ülései. Csak azért folytom még csak beléd a szót, és ne haragudj meg, hogy itt teszek, de mert készültünk egy összeállítással kifejezetten erről, és te fogod azonnal akkor folytatni, illetve belekezdeni ennek a témának a kitárgyalásába, de valóban ez a családjogi munkacsoport, ez Varga Judit kezdeményezésre 2020-ban elindult, és Varga Judit egyébként kifejezetten előszeretette használta ezt a politikai propaganda tevékenységének az ábrázolására. Nagyon sok videóban emlékezett meg arról, hogy hogyan működött ez a munkacsoport. Ebből nézzük meg most egy összeállítást, és rögtön áll az első megszólalás lehetősége. Nézzük a bejátszót. A munkát folytatjuk. Hamarosan kezdődik a családi munkacsoport ülése, ahol a kapcsolati erőszak elleni küzdelemmel aktív civilekkel is fogunk egyeztetni. Várjuk a jó szándékú, javító célzatú javaslatokat, amelyekkel Magyarországon tovább erősíthető a gyermekek, a nők és a családok védelme. Anyaként és nőként nehéz ennél fontosabb feladatot elképzelni. Az elmúlt évtizedek legeredményesebb családvédelmi és áldozatsegítő programjait indítottuk el ebben a kormányzati ciklusban. A családjogi civil munkacsoport tevékenységének köszönhetően a családok, gyermekek, nők és áldozatok védelme kiemelt figyelmet és hatékony támogatást kapott. A mai munkacsoport ülésen Novák Katalin miniszterasszony részvételével a kapcsolati erőszak elleni küzdelem kormányzati eredményeit mutattuk be, és civil partnereinkkel egyeztettünk a további lépésekről. A munka a világjárvány idején sem állt meg az áldozatsegítés területén. 2020-ban csaknem 15 ezer áldozat részére nyújtottunk támogatást, az áldozatsegítő vonal pedig több mint 11 ezer hívást fogadott. Fontos, hogy az érzelmi, lelki támasz mellett hatékony jogi segítséget is kapjanak a rászorulók. A segítségnyújtás érdekében stabil jogszabályi környezetet hoztunk létre, szigorítottuk a büntető törvénykönyvet, bevezettük az áldozatok hatékony elérésének rendszerét, megdupláztuk az áldozatsegítő központok számát, és megkezdtük további 5 vidéki helyszín kiépítését. Az elkezdett munkát folytatjuk. Célunk, hogy az áldozatsegítő központok 2025-re országos hálózatot alkossanak. Azért dolgozunk, hogy senki sem maradjon hatékony segítségnyújtás nélkül. A kapcsolati erőszak pedig nem magánügy. Mondjuk el mindenkinek, van segítség. Szóval, amit láttunk az előzőekben, és akkor legyünk méltányosak, azt lehet látni, hogy miniszteri szinten komolyan van véve az ügy, ott ül még ugye Völner Pál is, ott ül Novák Katalin, akkori köztársasági elnök, a bejátszásban lehet látni a különböző prominens áldozatsegítő szervezeteknek a vezetőit. Tehát igazából, amit ezek alapján, képek alapján láthat a gyanútlan állampolgár, az az, hogy itt egy nagyon komolyan vett feladatvégzés történik, amely egy széles társadalmi egyeztetés is kiegészít. Mi volt akkor ezzel igazából a probléma? Például az látható, vagy úgy tűnhet, hogy tényleg többen is az ügy mellé álltak. Tehát Novák Katalin is már ezzel a témával foglalkozott előtte is, államtitkárként is, aztán portfólió nélküli miniszterként is, és aztán pedig Varga Judit is bejött a képbe, de például olyan határozatot fogadtak el 2015-ben, ami
az isztambuli egyezménynek az aláírása után született már, de például leváltott egy korábban, 2003-ban elfogadott ilyen országgyűlési határozatot, tehát egy új keretrendszert, egy új megközelítést próbáltak elfogadtatni. Mm. És mindig ez volt a háttérben, hogy egy új irányt adtak a dolognak, amire nagyon jellemző volt az, hogy elvesztette a gender szempontot tulajdonképpen. Az, hogy mit tett pontosan? Azt a szempontot, hogy amit ugyan itt elmond, hogy nőként milyen fontos ezzel az ügyel foglalkozni, és főleg nőket ér. Számtalanszor azt hallottuk, illetve ezekben a munkacsoportokban, illetve a magában a szövegben már azt találja viszont az ember, vagy találja ott, hogy ez a nőjogi szempont, ez kiesik. Tehát ugyanúgy belekerülnek a férfiak, idősek, fiatalok, gyerekek, mindenki, és elveszti ezt a jellegét, hogy különösen kiemelten nőket ér ez a probléma. És ez végigvonul a teljes, úgymond, együttműködésen. Én még fontosnak tartanám azért ezt kiemelni, hogy a Covid idején, és egy kicsit el is csodálkoztunk, hogy ez kiemelésre került, ők is észrevették, hogy nőtt az ezzel küzdő nőknek a száma, tehát akik hozzájuk fordultak családon belüli erőszak kapcsán, vagy kapcsolati erőszak problémájával, és ezt elismerték, és olyan üzeneteket adtak a Facebookon is például, olyan elérhető felületeken azt üzenték az áldozatoknak, hogy megnőtt egy kicsit a kapacitás, ők is észrevették, hogy erre szükség van, és hogy bizalommal forduljanak ezekhez a szolgáltatókhoz. Ezt jó iránynak tartom, tehát hogy azt gondolom, hogy ezek fontos elismerései voltak annak, hogy abban az összezártságban még inkább kiszolgáltatottak voltak a nők. Anna. Én azt szeretném ezzel a bejátszással kapcsolatban elmondani, akkor nagyon rosszul érintett bennünket. Mindenki láthatta, hogy ott van a vágóképként az arcunk. Igen, részt vettünk ezen a tanácskozáson. Nagyon sokat dolgoztunk, nagyon hosszú és részletes anyagot adtunk be. Semmit nem fogadtak meg belőle. És ehhez képest bevágták az arcunkat, mint akik támogatják őket és együttműködnek. De most mi az, hogy egyet? Hát most lehet, hogy én nem tudok visszaidézni. Tehát a lényeges javaslatainkat nem fogadták. A kényszerláthatás, ugye ez egy... Most nem tudom, mennyire mehetünk bele szakmai kérdésekbe. Tehát például a bántalmazó kapcsolatokban élő nők gyerekei rendszeresen képezik a bántalmazást eszközét. Miután a férfi elköltözött, a nőnél ott maradt a gyerek, vagy a gyerekek, ezek után akkor is láthatásra, kapcsolattartásra kell bocsátani a gyereket, ha a gyerek nem akar menni, ha nagyon súlyos bántalmazások tanúja volt, esetleg áldozata volt, akkor sem veszi figyelembe a hatóság azt, amelyik dönt arról, hogy milyen kapcsolattartást ír elő nekik, akkor sem veszi ezt a helyzetet figyelembe. Az apának látni kell a gyereket, a gyereknek látni kell az apát, akkor is ott kell aludnia nála annyi napot, amennyit a bíróság elrendelt, ha a gyerek retteg, és borzalmasan szenved ebben a helyzetben. Ezt hívjuk kényszerláthatásnak. Ezzel kapcsolatban írtunk javaslatot. Aztán én még jól emlékszem arra, hogy arról is írtunk javaslatot, hogy nem mindegy, hogy milyen hosszú ideig tartanak a rendőrségi és bírósági eljárások ilyen esetekben. És szerettük volna javasolni, hogy vezessék be egyébként angol mintára a gyerek ideje fogalmat, ami arra van tekintettel, hogy mekkora gyereknek az ügyében kell döntést hozni, például, hogy kiemelik a családból, vagy eldöntik, hogy melyik szülőnek a felügyelete alá rendelik, stb. Egy kis gyereknek néhány hét is az élete nagy részét jelenti. Egy nagyobb gyerek esetleg kibír egy-két hónapot. De az, hogy 3-4 évig tartanak ilyen folyamatok, az azt jelenti, hogy a gyerekek teljes gyermekkora rámegy erre a dologra, míg a hatóság hajlandó valamilyen végleges és biztonságos megoldást biztosítani a számukra, hogy kinél élnek, milyen körülmények között, stb. Márpedig nálunk nagyon hosszú, nagyon sokáig tartanak ezek a folyamatok, ha büntető eljárás van, akkor még tovább.
nagyon sokáig tartanak ezek a folyamatok, és ezzel gyakorlatilag a gyerekek élete eltelik, a gyerekkora eltelik már mint. Igen. Nekem nagyon én nagyon sok ilyen munkacsoportülés meg ilyen dolgon ott voltam, és ezért nagyon sok dolgot kavar fel bennem az a kérdés, hogy mi volt ezekkel a baj. Ugye például a tegnap interjújában is említette, ugye, hogy hát ő mindenkit meghívott, mert hogy mindenki jót akar, és még a Sorosékat is meghívta. Alapvetően mi tudtuk, hogy mi úgy vagyunk ott, hogy ránk úgy van gondolva, hogy Sorosék, vagy legalábbis akkor az én nevembe fog beszélni. Nekem nem volt illúzióm azzal kapcsolatban, hogy ez itt most egy tényleges egyeztetés akar-e lenni, vagy sem. De azt gondoltam, hogy akkor is el kell menni, meg kell próbálni, amikor különféle bejelentések voltak dolgokról. Néha úgy éltem meg ezeket a munkacsoport üléseket, és most nem csak a családjogiról beszélek, hanem a nők jogaiért felelős, meg gyerekek jogaiért felelős tematikus munkacsoport üléseket, mint hogyha egy civilek sajtótájékoztatóján ültem volna, ahol ők így bejelentik, hogy mi lesz, megmondják, hogy amúgy, ha akarunk erről véleményt nyilvánítani, akkor 24 órán belül írásos formában fogadják, itt van ez az X oldalas anyag, akkor ezt lehet levéleményezni, vagy 24 órás, vagy 3 napos, vagy volt, hogy egy hetes határidőnk volt, de úgy, hogy tudod, tehát, hogy mi nem kapunk azért fizetést jellemzően, de akkor nem alszunk, és akkor beleraktuk azt a melót, hogy jó, oké, csináljunk úgy, mintha itt ez tényleg megfontolásra kerülhetne, és egyébként elég sok erőfeszítést tettünk annak érdekében, hogy olyan anyagok kerüljenek be ilyenkor, amiket tényleg semmilyen, egyáltalán nem lehet ideologizálással meggyanúsítani. Tehát nagyon szakmaias, meg szakmai, nagyon meghivatkozott, nagyon megalapozott anyagokat, amikre konzekvensen figyelmen kívül voltak végül hagyva. Még az is elhangzott az egyik ilyen családjogi civil munkacsoportos ülésen, hogy a civilektől beérkezett vélemények alkalmasak arra, hogy kioltsák egymást, így hát sajnos hát itt nem lehet igazságot tenni, mert hogy mondjuk az úgynevezett apajogi szervezeteknek az álláspontjai, ami ugye az, hogy mindenek fölött áll az, hogy az apa hozzáférhessen a gyerekhez, meg az, amit mondjuk a nőszeretek képviselnek azt illetően, hogy ez hogyan tud káros lenni a későbbiekben az, hogyha egy bántalmazó kényszerláthatáson kötelezően hozzáfér a gyerekhez, hogy ezek ugye kioltják egymást, úgyhogy hát itt nem lehet igazságot tenni, kvázi, cicaharc, vagy nem tudom, és akkor így ezzel félre lehet ezeket rakni. Egyébként volt egy családjogi szakértői munkacsoport is, ami egy ilyen külön kör volt, hogy ez nem volt világos, hogy az miért van, vagy miért van külön a civiltől, mert hogy egyébként a civilben ültek azok a szakértők, nek egy jó része, jogi szakértők például, meg olyan szervezetek, akik egyébként ezzel szakmai szinten sokkal régebb óta foglalkoznak, mint hogy ezt mondjuk bárki az állami oldalról felkarolta volna ezeket a témákat. Tehát, hogy így a nőkkel és családon belüli erőszak témájával ez egy friss dolog, hogy ők így elkezdtek úgy csinálni, mint hogyha foglalkoznának. Ebben 25 meg 30 éves történelme van különböző szakértőknek, akik a civil oldalról tehát a civil szférán belül, vagy mondjuk így foglalkoztak ezzel, de hogy ez nem volt világos, hogy egyrészt nem tudtuk, hogy ki van a szakértőiben, hogy miért nem kerültek meghívásra a szakértőibe olyan civilek, akik egyébként szakértői ennek a témának, és a szakértői volt az, amelyik véglegesített anyagokat. Tehát, hogy ők így meghallgatták elvileg azt az inputot, amit a civilek beküldtek, akkor azt ők így jó megrágcsálták, és akkor utána ők kihoztak valami végsőt, amiben egyébként nem szerepeltek azok a dolgok, sőt, néha olyan lépések is történtek, amik kifejezetten ellene mentek azoknak a javaslatoknak, amiket mi megfogalmaztunk, és majd remélem kitérünk el a váltott elhelyezéses szülőre. Írjuk is külcse lehet egyébként most, tehát ugye az úgynevezett egyszülő kérésére rendelhető váltott elhelyezéses törvényjavaslatot 2021 őszén terjesztett elő Varga Judit, amivel kapcsolatban egyébként a nőszervezetek akkor felszólaltak, jelezték az ezzel kapcsolatos aggályaikat, Varga Judit pedig nyilvános pozban is reagált ezekre az aggályokra. Ettől függetlenül 2022. január 1-től hatályos, tehát a bíró akkor is megítélheti a váltott elhelyezést, ha az csak az egyik szülő akarja. Egységes az álláspont a civil szervezetek között abban a tekintetben, hogy ez egy rossz gyakorlat, vagy itt voltak adott esetben ténylegesen véleménykülönbségek, amikre hivatkozhatott megalapozottan Varga Judit? Igen, voltak. Tehát egyrészt az APA szervezetek egyértelműen a váltott elhelyezés bevezetésének a szabályozása mellett voltak, tehát ők amellett voltak, hogy lehessen akkor is
elrendelni ezt, hogyha csak az egyik szülő akarja, és másrészt nem csak a ezek a szervezetek, hanem más emberi jogi és gyermekjogi szervezetek is helyeselték a váltott elhelyezést. Mi nem helyeseltük a váltott elhelyezést, abban az esetben egyáltalán nem, ha a szülők ebben nem értenek egyet, mert nekünk az a feltételezésünk, ha nem bántalmazó a kapcsolat, akkor meg tudnak állapodni. Akkor nem reménytelen a megállapodás. A reménytelen helyzetek azok bántalmazó kapcsolatra utalnak. De akkor segíts valamit megértem, hogy az egész családvédelmi hevület a kormány részéről amiatt jött, mert volt ez a brutális gyilkosság, amelyet egy ideiglenesen szabadlábra helyezett, vagy talán elbocsátást élvező férfi gyakorolt a gyermekével szemben, gyilkosság, meggyilkolta őt. Tehát lehetett tudni, hogy ez az ember egyébként korábban is bántalmazó volt. Tehát, hogy emiatt alakult azért ki... ült, mert kalapáccsal megpróbálta megölni a feleségét. Igen, tehát eleve egy ilyen eset miatt indult el az egész ügy. Miért lehetett egyáltalán kérdés az a számukra, hogy itt a váltott elhelyezés egyszülős megoldás az... Ebben az esetben nem váltott elhelyezés volt. Ott ő kijött a börtönből kedvezménnyel, mert a börtönben nem ölt egyetlen gyereket se, tehát nem volt mérben tartani, meg feleséget se. Tehát kedvezménnyel, mert jól viselkedett, kiengedték a börtönből, és az első gyermek láthatás alkalmából a háromból kettő gyerekét megölte. Ez nem váltott elhelyezés volt, ez egy hétvégi láthatás. Igen. Azzal kapcsolatban pedig, hogy ebből hogy alakulhatott ez, ugye ő is azt mondta, például a mi aggodalmainkra, mi általunk kifejezett aggodalmakra válaszul, hogy természetesen Magyarországon nem történhet meg az, hogy egy bíró váltott elhelyezést egy nem csak a gyerek bántalmazása, hanem hogyha bántalmazó fél az egyik szülő, akkor nem rendelne el Magyarországon bíróság ilyet természetesen. Egyébként ők azt hiszem, hogy amúgy váltott elhelyezésben vannak a gyerekeik, de ez most csak egy ilyen lábjegyzet, de hogy... Az elmondások alapján igen. Igen, de hogy ő ezt kinyilatkozta, hogy természetesen az nem fordult elő, ezek nem ülnek ezek az aggodalmak, tehát ők ezt abban a képben írták elő, hogy úgyis a rendszer kiszűri a bántalmazásos eseteket, és annál ez nem lesz alkalmazva, hanem csak így máskor. És mi pedig amiatt fújtuk itt ezt, vagy nem tudom, kongattuk ezt a vészharangot, mert mi pedig láttuk, hogy konzekvensen nem kerül felismerésre a bíróságok által az erőszak háttér, és hogy megvan ítélve például ezek a kényszerláthatások, vagy egyébként akár váltott elhelyezések olyan esetekben, ahol ez veszélyes a nőre és vagy a gyerekekre nézve. És hogy így egész egyszerűen azt mondták el, hogy ez nem igaz, hogy ez veszélyes. És eltagadták annak a valóságát, amit mi folyton próbálunk kihangosítani, hogy mit tapasztalnak meg a nők a bíróságokon. És úgy söpörték ezt le, mintha sose lett volna. És ez nekem például így nagyon nehezemre esik, hogy mondjam, azok a nők, akikről itt beszélünk, ők olyan szinten kiszolgáltatott helyzetben vannak, nekik nincsen politikai hatalmuk, nekik nincsen gazdasági hatalmuk, nekik nincsen olyan szociális hálójuk, nincs olyan családi támogatásuk, mint valakinek, aki például olyan pozícióban van, mint Varga Judit, és ezek azok a nők, akikre egy az lett mondva, hogy hát az elő sem fordulhat Magyarországon, hogy ők megszívnák a bíróságon. Dehogy nem fordulhat elő? Hát folyamatosan előfordul. És ezt dokumentáljuk, és ezt írjuk bele az összes szakértői anyagba, hogy ha-ho, figyeljetek már ide, mert ez történik. És ez az, ami le lett söpörve. És egyébként ezt a váltott elhelyezéses dolgot, még csak egy dolgot ezt hozzátennék, ezt, aki progresszívnek tartja magát, azok is szorgalmazták többen. Egy-két ilyen egyéb, nem tudom, alapítvány, nem csak ezek az úgynevezett apajogi szervezetek, azért, mert hogy hát nyugaton már milyen régóta van, hogy ez a norma, hogy a váltott elhelyezés legyen. És én egyébként látok egy ilyen tendenciát, és most egy picit talán kiebb is zoomolok, és nem is csak a nőjogi dolgokban látom ezt a tendenciát, hogyha valami így nyugaton van, akkor az úgy biztos jó. Ez egy nagyon kivételes eset, hogy akkor most a kormány szerint is ez jó volt, vagy az igazságügyminiszter szerint is ez jó volt, de hogy ahol ez már van, 10 éve, ott már bebizonyosodott, hogy még a sokkal jobb képzéssel rendelkező országokban is, mint például Dánia,
nagyon veszélyes eseteket okozott. Ez a váltott elhelyezésnek a nyomatása, és annak az elrendelése akkor is, hogyha az egyik fél nem szeretné. Tehát már rendelkezésünkre kvázi néztetnénk ezt úgy, hogy ezekben a nyugati meg északi államokban, mint hogyha ők a tesztelői lennének ennek, és ránézhetnénk arra, hogy jó, akkor ez most jól alakult-e vagy sem, mert láthatnánk, hogy nem jól alakult. Tehát felejtsük már el azt, hogy ott is az van, legyen itt is ez, inkább nézzük meg azt, hogy ott működött-e. Nem, sőt, rosszabb lett a helyzet, akkor talán mi lenne, hogyha nem emelnénk be azzal, hogy akkor ez milyen szuper. De akkor egy kicsit hadd pikírkedjek és hadd legyek provokatív. Akkor az isztambuli egyezmény ebből a szempontból miért esik más megítélés alá? Elvileg az is egy nyugat-európai joggyakorlatnak az átültetése lenne, és azzal szemben is az az érv, hogy olyan jogelemeket próbál rá oktrojálni a magyar szuverén kormányra, amelyekkel szemben ő nyíltan kifejezte a politikát, és egyébként ami az áldozatsegítésről szól, ez Varga Judit elmondása, az a joganyag, az már régen része a magyar joganyagnak. Ezzel kapcsolatban mit lehet mondani? Imádom, hogy ezt megkérdezted. Bocsánat. De Noah, hadd válaszolni röviden, és aztán rögtön tiéd a szó. Annyira örülök, hogy ezt megkérdezted, mert ez egy olyan pont, amin egyébként mind a hárman így sokat lovagoltuk, különböző formákban már. Az isztambuli egyezmény nem azért egy jó ötlet, mert azt a nyugaton írták meg. Vagy azért, mert a gender szó benne van. Hanem az azért egy jó anyag, mert szakmailag baromira megalapozott, és a megközelítésében épp azt, amit korábban, amire az Anna is már utalt, figyelembe veszi, hogy a nők elleni erőszak az egy társadalmilag beágyazott jelenség. És Réka is, ahogy említette, ez a híres gender szó, ez alapvetően azért szerepel ebben az egyezményben, mert arról szól, hogy közelítsük meg ezt a jelenséget, ezt a folyamatosan reprodukálódó jelenséget, azt, hogy szexuális és családon belül erőszak éri főként a nőket, miközben nem tagadja azt egyébként, hogy férfiakat is érhet. Közelítsük meg ezt úgy, hogy nézzük meg azt, hogy mik a közvetlen és közvetettebb okai, és rendszer szinten próbáljuk meg ezt megközelíteni. Ismerjük fel azt, hogy ez a nemek közötti viszonyok, a nemekkel szembeni elvárások, sztereotípiák, és mindezekben a csomagokban gyökerezik. És egyébként ez tök érdekes nekem, amúgy érdekes volt ebben az interjúban, nem mint a tegnapi Frisbee-ben, hogy néha egyébként még Varga Judit is felvillantotta ennek a nemi vonulatát. Tehát ő mondott olyan dolgokat, hogy és én meg nem tudom, közel főztem a vacsorát, meg hogy milyen gáz a Magyar Péter, mert azt gondolja, hogy a nőknek nincs helye a politikában, és hogy például azt az összefüggést felismerni, hogy azok a férfiak, hogy normális viszonylag, vagy hogy így van sok férfi van, aki lenézi a nőket, hogy ennek van köze úgy a például a nők elleni erőszak, vagy a bántalmazás jelentőségéhez, ez fontos felismerni, nem? Tehát fontos az, hogy ne nemtelenítsük el ezt a jelenséget, ne csináljunk úgy, mint hogyha ennek semmi köze nem lenne azokhoz a nemi szerepekhez, és azokhoz a viszonylendszerekhez, amik tágabban a nemeket jellemzik a társadalomban. És azt, hogy mivel találkoznak, milyen bánásmóddal találkoznak, mit engedhetnek meg maguknak, mire érzik magukat jogosultnak, és így tovább. És az isztambuli egyezménynek a megközelítése a családon belüli és nők elleni erőszakhoz az, hogy felismeri, hogy ez egy hierarchiákba ágyazott erőszak, és hogy körkörösen fenn is tartja a hierarchiát. Bocsánat. Nem, abszolút, csak hogy azért fordulok hozzá, Réka, hogy igazából mik azok a legfontosabb elemei, amelyek hiányoznak a magyar joganyagból, vagy jogrendből? Az isztambuli egyezményben ez az átfogóság, ez abban nyilvánul meg, hogy olyan holisztikusan próbálja megközelíteni ezt a problémát, hogy kitér arra, hogy már hogyan, mennyire fontos lenne a megelőzés, már gyerekkortól kezdve akár, és a nagyon sok szintéren, tehát az oktatás, a média, egyéb helyeken is, hogy ez az egyik aspektusa, de nem az egyedüli, hanem aztán védelmet kell nyújtani az áldozatoknak. Ez egy szintén nagyon fontos aspektus, és ide ebbe a kategóriába esik ugye a képzés, a szolgáltatások kiépítése, stb. Hogyha pedig az elkövetőkkel való bánásmódot nézzük, ott is a megfelelő mértékű és visszatartó erejű büntetések alkalmazása lenne fontos, és megnézni, hogy egyáltalán a bántalmazókkal hogyan érdemes foglalkozni. És ami pedig ezt az
az egészet átfogja, az az, hogy megfelelő közpolitikákat kell elfogadtatni, alkalmazni ezen a területen. Tehát ez az a négy pillérje tulajdonképpen, amit megfogalmaztak ezzel kapcsolatban. Ez kell, hogy egy társadalmi vita övezze, megnézzék, hogy bevezessék. Az egyezménynek a része az az elszámoltathatósági folyamat, ez a számonkérési folyamat, hogy ezt aztán monitorozzák az egyes országokban, hogy hogyan valósul meg. Tehát azzal, hogyha egy ország ezt elfogadja, ratifikálja, akkor ezt is vállalja. És én ezt szeretném kihangsúlyozni, hogy ez az, ami miatt az isztambulinak az elszalasztása, vagy hogy eddig nem írtuk alá, legyünk optimisták, vagyis hogy egyik aláírtuk, de még nem ratifikáltuk, bocsánat, hogy ez azért nyugtalanító, mert nincs garancia arra, hogy afelé közelítünk, és hogy nem születnek rosszabb joganyagok. És például az egyik korábbi törvény, ami azt mondja ki, hogy aki láthatásra kellene, hogy vigye a gyerekét, viszont akár a gyerek ellenállása miatt, vagy másokból nem viszi a láthatásra, akkor az legtöbbször ez a nő, ez az anya, olyan pénzügyi, vagyis olyan pénzbírságokat kaphat, amik, hogyha kumulálódnak, akkor akár börtönbüntetés is lehet belőle. Tehát, hogy azzal, hogy ez egy, hogy kiestünk ebből a pixisből, vagy úgy azt választottuk, hogy nem megyünk erre ebbe az irányba, azzal ezt is felvált, és hogy ennek a veszélye is fennáll, hogy rosszabb törvényeket fogadunk el. És még egy dolog jutott eszembe a váltott elhelyezés, illetve a vállóperek és a bántalmazás kapcsolatának a vizsgálata okán, hogy Európában, amikor az Európai Parlamentben volt alkalmam részt venni egy olyan vitán, ahol a Grévió, tehát az isztambuli egyezményt felügyelő szakmai bizottságnak az egyik tagja ott volt, akkor az ENSZ nők elleni erőszakot vizsgáló raportőrje ott volt, és az egészet egy európai parlamenti, egy görög-európai parlamenti képviselő vitte. Ennek a lényege az volt, hogy vizsgáljuk meg alaposabban ezt az összefüggést, hogy a láthatás, illetve a gyerek elhelyezés és a bántalmazás kapcsolatát vizsgálják-e egyáltalán, és a gyakorlat mit mutat ezzel kapcsolatban. Azzal a céllal, hogy újra tárgyalják ezt a kérdést, újra megvizsgálják, és egy másik célja pedig az volt, hogy az Európai Unió most bevezett egy irányelvet nők elleni erőszakkal kapcsolatban, amiről szerintem Magyarországon szinte semmit nem hallani. Egyértelmű ez a kérdés, engem mégis erre bármelyikötök válaszolhatni pluszban, tehát hogy az, amire úgynevezett migráns támogató elemként hivatkozik Varga Judit, azt helyesen mondom, itt alapvetően csak arról van szó, hogy maga az egyezmény kitér arra, hogy a nők csoportján belül a menekült vagy menedék kérő státuszú nők kiemelten sérülékeny társadalmi csoportnak számítanak, és ők többlet szempontokat kell figyelembe venni a nekik biztosítandó, nem tudom én, szolgáltatások, támogatás és így tovább tekintetében. Nem, még csak ez ennyi sem. De semmifajta, hogy mondjam én, befogadást vagy integrációt kvótákat előíró eleme ennek az egyezménynek nincs. Nem. Egy kis pont van benne, hogy tudnék, ha egy menekült vagy menedékes pár itt van, és a férfi bántalmazza a nőt, és a férfit kiutasítják, akkor a nő nem maradhat itt. Azon a jogon, hogy ő bántalmazott volt. Tehát menni kell a bántalmazójával. Uh-huh. Ennyi. Illetve még egy szempont, hogy tehát a nők elleni erőszaknak azok a formái, amelyek gyakrabban érnek olyan nőket, akik ilyen migráns hátterűek, hogyha bizonyítható az, hogy nagy valószínűséggel ki van téve ennek a veszélynek, például a női nemi szervcsonkításnak, hogyha vissza kell mennie a szülőhazájába, akkor, hogyha ez bizonyítható és belátható, akkor ad neki egy lehetőséget a menedék jog elnyerésére.
Tehát, hogy konkrétan azt segíteni igen. elő, ami valószínűleg egy magát keresztény nemzeti kormányzatnak valló politikai formáció részéről is valószínűleg belátható szempont lenne, hogy a klitoris csonkítás az egy barbarisztikus cselekedet, és nem kívánatos. Igen. Mit akartad ezt kiegészíteni, Nova? Fú, most már annyi minden. De akkor kérlek, hogy ne fogd vissza magad. De ez most így vissza fog ugrani. Egyébként ajánlom a Zsófilter adásról, kifejezetten beszéltünk erről a nemi alapú menekült státusz dologról, amikor nem a Zsófiltert azt mindenkinek ajánljuk. Igen, azt mindenkinek ajánljuk, mert hogy ott így ebben részletesebben is belemegyünk, úgyhogy most ezt nem fogom még egyszer elmesélni, amit ott elmeséltem, de hanem egy kicsit visszakanyarodnék amúgy arra a kérdésre, hogy mit ad az isztambuli egyezmény, ami még nincs. És folytatva még az előző gondolatmenetemet azzal kapcsolatban, hogy az erőszaknak a nemi alapúságát elismeri. És ez azért ad valamit, mert ez egy szakmai kérdés. Úgy van róla csinálva, mintha ez nem egy szakmai, hanem egy ideológiai kérdés lenne. De az van, hogy nézd, kutatás után, ami az erőszakkal foglalkozik, a kockázati faktorokkal foglalkozik, arra nézve, hogy kiből válhat elkövető, kiből válhat áldozat, hogyan, ami kriminológiai kutatások erről mind léteznek. Tehát, hogy ha az ember megnézi ennek a tudományos oldalát, egyszerűen nem lehet leválasztani ezt az erőszakot a nemi szerepekről, és arról, hogy ezzel hogyan van összefonódva. Erről úgy van csinálva, tehát arról, hogy ezt ebben a megközelítésben érdemes adresszálni, erről úgy van csinálva, mintha ez egy ilyen elvakult, vagy ideológiai, vagy jaj, ezek a feministák dolgok, nem, ez egy szakmai kérdés, amit onnan tudunk, hogy azok a intézkedések, vagy lépések, vagy az abban a szellemben történő policik, amik ezt nem ismerik föl, ezt a beágyazottságot, azok nem szoktak hatékonyak lenni, azok meg, amik felismerik ezt a beágyazottságot, azok meg hatékonyak szoktak lenni. Ez a tesztje. És ezt így tökre most eszembe jutott egy ilyen tök jó példa erre, hogy ez hogyan nyilvánul meg. Például Réka említette a prevenciót. Az isztambuli egyezményben benne van, hogy fontos a prevenció, ami azt jelenti, hogy már kis gyerekkortól oktatás arra nézve, hogy majd egészséges párkapcsolatokat csináljanak egymással a felnövekvő generációk, és lehetőleg ne bántalmazók legyenek, vagy jól felismerjék azt, hogyha valaki körülöttük bántalmazó. És akkor például ezzel kapcsolatban is volt ilyen munkacsoportos kis összezördülés, mert megint nem emlékszem, de szerintem egyébként ez a gyerekjogi munkacsoporton volt, ott büszkén elmondták, hogy az új családi életre nevelés tantervben lesz prevenció, erőszakprevenció. És akkor én megkérdeztem, hogy mi lesz annak a tartalma? És akkor elmondták, hogy hát annak az lesz a tartalma, hogy vannak ilyen aberráns emberek, akik ilyen társadalom ellenes, tehát hogy a normáknak nem megfelelő módokon viselkednek, és akkor az ilyen aberráns emberek, ezek erőszakosak, és akkor ők ilyen bántalmazók. És akkor ez lesz a tartalma a családi életnevelésben a prevenciónak. És akkor, amire mondtam, hogy de azt tudjátok, hogy ez abszolút nem szakmailag megalapozott, mert ez nem úgy néz ki, tehát nem pszichopaták ezek az emberek, és nem aberránsak, és nem narcisztikusak egyébként, mert ugye van ez egyébként, a Varga Judit is sokszor említi ezt a szót, és egyébként ez egy nagyon populáris megközelítés a bántalmazó viselkedésről, hogy ők személyiségzavarban szenvednek, narcisztikus személyiségzavarban, és hogy ez okozza azt, hogy ők viselkednek, vagy viselkednek. A személyiségzavarokról egyébként nem tudom, sok ellenérvem lenne erről, de hogy arról érdemes tudni, hogy azt nem válogatja az ember, hogy a személyiségzavar a kivel szemben ütközik ki. Míg a bántalmazók pedig általában a partnerüket szokták bántalmazni. Tehát az, hogy valakinek van egy személyiségzavara, de csak a felesége felé, az gyanúsá teszi azt, hogy ez valóban egy személyiségzavar-e. Szakmai szinten ez nem egy személyiségzavar probléma, hanem ez egy viselkedés, ez egy döntés, amit különböző felnövési és szocializációs hatások hoznak létre valakiben ilyen viselkedési mintázatot. És nem az van, hogy ő nem tud uralkodni magán, mert neki van valamilyen aberrációja, mert akkor, amikor kijön a rendőr, akkor általában egyébként tökre tud uralkodni magán. Ahogy egyébként abban az interjúban is hallottuk, hogy bezzeg, amikor benézett az ablakon, nem tudom milyen őr,
akkor megemberelte magát a magyar. Ez hangzott itt el? Tehát az, hogyha valaki, tehát nem elszabadul, meg nem tudom, micsoda. Szóval, hogy az van, hogy prevenciót sem lehet úgy csinálni, hogyha úgy csinálunk, hogy vannak ezek az aberráns emberek, mert akkor például azt gondolhatja az ember, hogy ja, ha valaki aberráns, hát azt én rögtön látni fogom, nem? Holott pedig tudjuk, hogy az nem úgy néz ki, hogy akkor szembe jön, és akkor világos, hogy akkor én vagyok az aberráns bántalmazó, és akkor majd mindenki jól el tudja kerülni, hanem ez egy sokkal fokozatosabban felépülő dolog, olyan viselkedéseket tanúsít eleinte az elkövető, ami teljesen egybevág a normáinkkal, a társadalmi normákkal arra nézve, hogy egy férfi az hogyan legyen. Tehát, nem tudom, hogy átmentem át. Jó, oké, akkor sikerült átvinnem. Jó, akkor nem pofázok tovább. Beszélj nyugodtan, de Anna. Még egy fontosat akar mondani az isztambuli egyezmény, amit nem említettünk meg. Az adat. Tehát a megfelelően nemre, életkorra és más jellemzőre bontott rendszeres, újra és újra elvégzett adatgyűjtés és elemzés. Ez is benne van az egyezményben. Ez nagyon hiányzik mi nálunk. Szorványosan vannak adatok, előbb mondta Noá is, hogy valamelyik ilyen áldozatsegítő azt gondolta, hogy na mostantól majd gyűjtünk adatot. Alap. Adatot, azonnal minden személyre vonatkozó információt adatként nyilván kell tartani, fel kell tudni dolgozni, és az eredményét arra kell használni, hogy javítsuk a szolgáltatást, vagy a jogszabályt, vagy az egész intézményrendszert, vagy az oktatást, vagy a képzést. Mindezeket folyamatosan monitorozni kell, és ez teljesen hiányzik nálunk ezen a területen. Nem tudom, mi lenne a hídépítéssel, ha nem mérnék. Hát igen. Ugye? És akkor a beszélgetés vége felé közeledve, szeretném, hogy egy picit még metáznánk arra vonatkozóan, hogy hogyan kellene megítélnünk igazából mindazt, amit Varga Judit elmondott. Ezt azért is kérdezem, mert láthatóan a magyar nyilvánosság számára nagyon nehezen feldolgozható az, hogy itt egyszerre több igazság érvényes egyszerre. Tehát érvényes Varga Judit bántalmazása, és az is, hogy egyébként ő maga most valamilyen módon ebből politikai tőkét próbál kovácsolni, hogy itt van egy politikai cél, és egyben van egy bántalmazás élmény, és a kettő akár egyszerre is lehet igaz. Szóval engem nagyon érdekel, hogy ti hogyan viszonyultok, milyen szempontokat mondanátok a nézőink és a hallgatóink számára, hogy azt hogyan érdemes megítélnünk, hogy a legalábbis az eddig nyilvánosságra került információk alapján a kormány módszeresen kényszerítette vissza Varga Juditot egy bántalmazó kapcsolatba, de az egészen biztos, hogy nem védte meg, pedig tudomása volt több embernek a környezetében arról, hogy ő ilyen körülmények között él. Erről mit gondoltok? Én el szeretném sütni, készültem ezzel azt a ősi feminista alapigazságot, talán már a régi görögök is angolul így mondták, hogy personal is political, tehát hogy ami személyes, az politikai. Ez ugye a nőkkel kapcsolatos erőszakra és elnyomásra vonatkozik, az ember személyesen éli meg, a környezet személyesnek látja, pszichológiai problémának, kapcsolati problémának látja, de valójában a társadalmunk teszi ezt lehetővé, sőt a társadalmunknak egyik, a mi társadalmunknak, most nem Magyarországra gondolok, hanem a mi kultúránknak egy alapvetése az, hogy a nők alá vannak vetve a férfiaknak, és ezt az alávetést nem lehet máshogy, mint erőszakkal fenntartani. Ez egy szükséges feltétele annak, amit mindannyian látunk, ha körülnézünk, és megkérdezzük, hogy milyen pozícióban vannak a nők, és milyenben a férfiak a társadalom különböző szinterein, hány Kossuth díjat kapnak nők, és hányat férfiak, gazdasági vezető pozíciók, anyagi források, akármi, a tér, még azt is jobb helyeken mérik, hogy mennyi tér jut egy nőre, és mennyi egy férfira, átlagosan bizony. Tehát, hogy minden tekintetben egyenlőtlen az elosztás, minden társadalmi jószágot és természeti jószágot is egyenlőtlenül oszt el a társadalmunk a férfiak és a nők között. És ennek az egyenlőtlenségnek az eszköze az erőszak, fontos, szükséges eszköze az erőszak. Ha azt akarná... Mert csak így fenntartható. És ráadásul így örökíthető át az új generációban, mert az új generáció normalitásként éli meg ezt az egyenlőtlenséget és a benne örökre megnyilvánuló erőszakot. Nem kell, hogy mindenki erőszakos legyen. Elég, ha csak egy bizonyos kritikus tömegben érvényesül ez az erőszakosság. És a többség passzív ezzel szemben. És a többség passzív ezzel szemben. Itt a hatalom a rendelkező kormány. Így van. Vagy éppen felhasználja, nem tudom. Igen. Ezt nem tudom, most például politikai tőkét kovácsol belőle, és nem Varga Judit kovácsol belőle magának politikai tőkét, hanem a környezete, megjegyezném, és igen, tehát hogy ez innentől kezdve, meg ennek az ellentéte pedig az, hogy amikor pedig föllép egy politikus, és nem tetszik a képe,
a hatalomnak, akkor hirtelen személyeset csinálnak belőle. Vegyük észre, hogy amint föllépnek itt-ott ezek a különféle ellenzéki figurák, akkor mindjárt kiderül róluk, hogy pedofil, hogy gyerekverő, hogy asszonyverő, hogy ilyen, hogy olyan. Mit tudom, én hazudott, nem tudom. Tehát egy pillanat alatt a politikaiból személyeset csinál a hatalom, visszájára fordítja ezt az összefüggést. Mi mindenképpen tudjunk róla, hogy a nők elleni erőszak az nem egy egyénnek a saját személyes problémája, hanem egy olyan társadalmi konstellációnak a megnyilatkozása, amiben mindannyian benne élünk. Én ehhez kapcsolódva mondanám azt, hogy szerintem egy kicsit... Varga Judit, akit megillettek az emberi jogai, a méltósága, és nem is ő rajta akarnék példálozni, hanem csak azon, hogy ő milyen szituációban, milyen pozícióban volt. Tehát ő egy igazságügyi miniszter, akin fölül már kevés ember van, aki többet tehetne azért, hogy kinyilvánítsa azt a politikai akaratot, ami szükséges ahhoz, hogy itt változás legyen a nők elleni erőszak megítélésében. Tehát ő egy nagyon felül, tehát egy felső pozícióban volt ebben a tekintetben, viszont kicsit arra appellál, mint hogyha ő most lent lenne, tehát hogy egy átlagos áldozat élményein menne keresztül, és bizonyos szempontból azon is megy, tehát ezt nem vonnám kétségbe, viszont ő az, aki azokat a rétegeket létre tudná hozni, azzal, hogy a megfelelő közpolitikai döntéseket meghozza, a megfelelő jobb szabályok elfogadásáról és működtetéséről gondoskodik, ugyanígy a szolgáltatásokról, és a hivatalok is, valamint a média is hisz az áldozatoknak, tehát, hogy erről a szemléletmódról ő, vagy ennek érdekében nagyon sokat tudott volna tenni. És ez elvitathatatlan, hogy ebben lett volna nagyobb felelőssége. Tehát, hogy azok az emberi jogok, amiket ők megilletik, azok megillessék azokat az átlag nőket is, mint például az a Tamási nő, akinek visszautasították nem olyan rég, néhány napja a távoltartási kérelmét egy bíróságon, és az ő volt bántalmazója a szabadulása után sajnos megölte őt. Tehát, hogy mindenki számíthasson védelemre. Ez egy tegnap előtti eset egyébként, és egy kicsit visszás az, hogy erről nem olvasok sokat amúgy most, tehát, hogy nagyon aggódunk ezen a bántalmazás témán, de hogy én így alig láttam azt, hogy valaki írt volna arról, hogy tegnap előtt késelt halálra egy olyan bántalmazó egy nőt, aki életveszélyes fenyegetéseket tett, és bent is volt ezért egy rövid ideig, és nem kapta meg a távoltartást a nő ellene, egy teljesen megakadályozható gyilkosság, és egyébként ez, tehát, hogy ez ebben az egészben a nagyon faramuci, hogy az ilyen esetekről és az ilyen problémákról szóló anyagokat, és azoknak a nőknek a helyzetének a kihangosítását, akikről most a Réka beszélt, akik nem abban a helyzetben vannak, hogy neki, nem tudom, testőre legyen, hogy az ilyeneket így lehetett lesöpörni az asztalról, ez ha morálisan kérdéseket vet fel számomra. És igen, most talán ennél többet nem is mondok, inkább a... Igen. Akkor csak ide ott kapcsolok egy másik kérdésre, mert igazából pont ezt vennénk tovább, és annál nyugodtan fűz bele a mondani valódat, hogy ha megnézzük azt, hogy a videónak mi a fogadtatása, most azt lehet látni, van egy ilyen szoftver, hogy meg lehet nézni az egyébként rejtett dislike-okat a YouTube-on, hogy 10 000 like, illetve 57 000 dislike van ezen a videón, ami nagyon sok mindennek szólhat a műsor minőségének, szólhat a műsor vezető személyének, stb. De a legvalószínűbb, én ezt valószínűsítem, hogy ez egy politikai véleménynyilvánítás Varga Judittal szemben. Ami ugyanakkor árnyalódik abban a tekintetben, hogy egy olyan társadalomról beszélünk, ahol a MeToo mozgalom eredményei sem terjedtek el széles körben, az áldozathibáztatás rendkívül bevett gyakorlata, sőt az áldozat élményének a delegitimálása, megkérdelezése is egy alapvető gyakorlat, nem csak a, hogy mondjam én, laikus nézőközönség köreiben, hanem adott esetben a médiamunkásoknak a szélesebb köreiben is. Tehát éppen ezért kérdezem tőletek, hogy az, ahogyan most Varga Judit, még egyszer mondom, nincs értelme bármilyen módon is belemenni abba, hogy most nem tudom én ő, melyik élményét tartjuk valószínűsíthetőbben megtörténnek, melyiket meg kevésbé. Tegyük az egészet úgy, hogy nem kérdezzük meg a szavahihetőségét, de közben mégis látható az, hogy
úgy erőteljes reakció az, hogy ezzel most az emberek úgy általában a bántalmazás élményeket megint egy ilyen megkérdezésnek vetik alá, és adott esetben ez hozzájárulhat ahhoz, hogy még jobban, hogy mondjam én, sérüljen ennek az egésznek a szava hihetősége, és az áldozatok még jobban féljenek attól, hogy jöjjenek a saját történeteikkel. Tehát mit gondoltok, milyen hatása lehet ennek az egész ügynek az áldozatok szava hihetőségére, a társadalmi szolidaritás megnyilvánulására a bántalmazottak felé? Szerintetek kell-e attól félni, hogy ez kifejezetten erodálhatja az amúgy sem túl dicső állapotainkat? Hát egész biztos, hogy ez az egész folyamat nem jó. Semmilyen szempontból nem jó. Mondjuk az, hogy beszélünk a nők elleni erőszakról, az persze jó, ez a műsor nagyszerű alkalom, hogy ilyen komoly dolgokat el tudunk mondani, és máshogy is nagyon jó reakciókat hallottam erről az elmúlt napokban, de mégis az áldozatok szempontjából nem feltétlenül jó, mert nagyon kevés megoldást mutattunk fel. Tehát itt most elhangzott egy-két dolog, hogy mit lehet csinálni, hova lehet fordulni, mennyire komolyan kell venni azt, amit az áldozatok mondanak, de általában nem erről szólnak az ezzel kapcsolatos média hírek és műsorok, hanem pontosan arról, hogy ezt a politikai problémát hozzák le személyesbe. Ahelyett, hogy a személyesről mutatnák ki, hogy ez politika, ez hatalmi politika. Ezen például nem csak az múlik, hogy az imént nyilatkozó, vagy a tegnap nyilatkozó egykori igazságügyi miniszter helyzete milyen, hanem most kiejtettem a fejemből. Segíts ki. Igen, tehát ez egy sokkal fontosabb probléma szerintem ennél. Tehát azért méltatlan ennek a ügynek a F-fajta tárgyalása, mert nem kezeli kellő súllyal. Például az, hogy egy ilyen mérleg nyelve típusú dolog, hogy ez még, hogyha ezt így hozzáadjuk, akkor ez most hogyan hat. Kicsit ezt a, tehát ennek van meg a veszélye, miközben ez egy sokkal fontosabb ügy. Lehetne az egy nagyon fontos pozitív kimenetele, hogy elismerik, hogy mégis van szükség az isztambuli egyezményre például. Bármi még az Nóa? Sok minden, már megint, de válogatok. Igen, és egyébként most csak egyrészt az isztambuli egyezmény, de egyébként a másik dolog, amit mindig szoktunk mondani, most még nem hangzott el, de amúgy már az is nagyon jó lenne, hogyha azok a meglevő jogeszközök, amiket ő büszkén emlegetett, azok egyáltalán gyakorlatban lennének ültetve. Tehát, hogy az egy probléma, hogy van például távoltartás, de nem adják meg. Vagy hogy vannak rendőrök, akik a mai napig nem tudják, hogy ők elrendelhetnek ideiglenes megelőző távoltartást, ami az azonnali helyzetekben nagyon fontos lenne. Tehát most is csak egy ilyen lábjegyzet, tehát hogy legalább azok lennének, amik elvileg már vannak. Amit én még erről vagy így fontosnak tartok elmondani, hogy így ahelyett, hogy ezt a témát, a bántalmazás meg a nők elleni erőszakot egy ilyen furkósbotként használnánk, így bármilyen irányból, ahelyett tök fontos lenne felismerni azt, hogy a személyek is, hogy a személyek több dimenziósak. És ez valami, ami nem szokott átmenni semmelyik oldalról. Tehát, hogy például egy áldozat, az nagyon sok minden, még azon kívül, hogy ő áldozat. És nem minden áldozat szimpi. És nem minden áldozat jófej, és van olyan áldozat, akinek másik kontextusban van hatalma, mint amelyikben ő áldozat. Tehát, hogy több dimenziós, és az elkövetők is több dimenziósak. Van, hogy nagyon okos, nagyon megnyerő egy csomó más szempontból, tehát azok, akik szeretik a bántalmazójukat, azok azért szeretik a bántalmazójukat, mert annak a bántalmazónak van egy csomó olyan kvalitása, amit szeretni lehet. Tehát, hogy így nagyon az a benyomásom erről az egészről, és szerintem egyébként ezért is nem fair azt számon kérni, hogy most akkor így álljunk ki az ide, meg álljunk ki az oda, mert az a baj, hogy holszél narratívák lettek ezekből a dolgokból, hogy az egyik oldalon a bántalmazás össze van kapcsolva azzal, hogy milyen szuper és mennyi minden jót csinált Varga Judit, tehát hogyha te így azt mondod, hogy mellé állsz, akkor ő még a magába a posztjába is beleintegrál egy csomó olyan dolgot, amit azzal egyszerre alá kéne írnod, ha meg azt mondod, hogy nem, akkor meg azt kell mondanod, hogy nem történt semmi ilyen, és szeretnénk a kormányváltást, és vannak ilyen pakkok, ilyen
árukapcsolt véleménycsomagok, és akkor abból az egyikbe vagy a másikba kell beleállni, és szerintem egyébként ez részben azért van, és ez már nem csak egy ilyen nőjogi, nem tudom, kérdés, mert van egy ilyen messiás várási mániánk, hogy így jaj, majd egy ilyen kvázi fedhetetlen valaki az majd így jön, és akkor majd őtőle lesz kormányváltás, és akkor emberek nagyon szeretnék azt gondolni, nem tudják, nem szeretnének azzal szembesülni, hogy így egyszerre a fejükbe tartani azt a gondolatot, hogy amúgy szeretnék, hogy a Magyar Péter sikeres legyen, meg azt a gondolatot is, hogy amúgy lehet, hogy bántalmazó, és hogy így ne kelljen már árnyaltnak lenni, vagy így azt gondolni, hogy több dimenziós ez az ember, vagy hogy így bárki, tehát ő most csak egy példa erre, de hogy ezt szerintem újra és újra szoktuk látni, hogy szeretnénk ezt így leegyszerűsíteni. De az van, hogy nagyon sok ambiguitás van, sok kettősség van, és lehet, hogy inkább így meg kéne barátkozni azzal, hogy hát bizony ez így van, ez a realitás, és hogy így nekünk is elfogadni azt, hogy akkor most priorizálni kell. Igen. Tehát az, aki a Magyar Pétert szeretné, és neki most az a prioritás, hogy kormányváltás legyen, az így nyugodtan mondhatja azt, hogy attól még neki nem kell automatikusan azt mondani, hogy a Varga hazudik, hanem lehet azt mondani, hogy nekem most az a fontosabb. És ugyanígy, tehát hogy ugyanígy másik irányokból. Tehát hogy ez nem, igen, szóval hogy nem értsük, az a valóság. Hogy itt miért tartunk prioritásnak. Pontosan. És melyik értékválasztásunk miért pontosan. A prioritás pontosan. Az értékválasztások közül. Pontosan. Ez szuper végszó, de hogyha annak szeretnénk valamit hozzátenni, akkor nyugodtan. Én még a média szerepéről szerettem volna. Az tülekedett elő nekem, és azért akadtam el az előbb, mert az így följött ez a szándékom, hogy én a média szerepéről még annyit szeretnék mondani, hogy az is nagyon ártalmas a bántalmazottaknak, a különböző tragédiák áldozatainak, hogy személyesen kell folyton megjelenniük a médiában. És ez egy olyan erős elvárás a média munkásai részéről, ők azt mondják, hogy a közönség részéről, de szerintem a közönség nevelhető, tájékoztatható lenne, hogy tulajdonképpen áttörhetetlen, és folyamatosan személyesen beültetik a kamerák elé azokat, akik mindenféle tragédiákon mentek keresztül, és nem számolnak azzal, hogy az áldozatnak nem csak múltja van, amikor áldozat volt, nem csak jelene van, amikor most beszámol róla, hogy másoknak segítsen, mert van egy ilyen szakasza az áldozati történetnek, hogy én most mindenkin segítek, elmondom a magam történetét, és megtudják, hogy van kiút, mondjuk, hanem jövője is van. Amikor már nem akarja, hogy mindenki ujjal mutogasson rá a közértbe, hogy ja, ez az a nő, vagy ez az a gyerek, akivel ez meg ez történt. Ez teljesen igaz. Igazából nem vitatkozni szeretnék veled, csak mellé akkor már egy médiás szempontot. Szerintem itt ez alapvetően a késő kapitalista kényszereknek egy ilyen megjelenése, ahol minden personalizált, ahol a bögrétől kezdve a laptopon át a bántalmazás történetig gyakorlatilag mindent meg kell személyesíteni ahhoz, hogy egyáltalán érdeklődést, közönséget lehessen hozzá nyerni, és ez egy nagyon ördögi kitettség. Szerintem vannak tisztességes médiamunkások, akik próbálnak ennek ellenmenni, és vannak tisztességtelenek, akik meg inkább mindenfajta gátlás nélkül ezen nyerészkednek, és azt is sokszor nehéz egyébként elviselni, hogy adott esetben az utóbbi csoport az, aki sokkal magasabb társadalmi és szakmai presztízs tud besöpörni, mint azok, akik valamifajta szakmai morálhoz próbálják tartani magukat. Maradt-e még bennetek esetleg valami? Vagy mondhatjuk azt, hogy köszönjük a részvételeteket? Mindig egy csomó minden marad, de majd akkor gyertek még, mert szerintem egyrészt ez egy nagyon hasznos beszélgetés volt, nyilván nem egy könnyű beszélgetés, nektek sem, úgyhogy nagyon köszönöm egyrészt, hogy vállaltátok. Másrészt valószínűleg a közönség számára sem egy egyszerű beszélgetés abban az értelemben, hogy nagyon sok mindennel kell szembesülni adott esetben azoknak, akik vagy euforikusak adott pillanatban, olyan te utaltál rá, vagy milyen fölháborodottak, mert Varga Judit a hősük volt, és valamilyen szempontból szeretnének valamit kezdeni ezzel az élménnyel. Szerintem mindenki kapott most gondolkodni valót, talán az még egy elvárható dolog, hogy ahogyan mi is igyekszünk újra gondolni a pozícióinkat, igyekszünk újra gondolni az állításainkat, nem tudom, reagálni azokra az intellektuális hatásokra, amelyek érnek bennünket a hétköznapokban, ugyanezt várjuk el a nézőktől, vagy ezt javasoljuk nekik, mert ebből talán mindannyian tanulhatunk csak. Egy egészen biztos szerintem, hogy biztos mindenkinek sok mindent kell átgondolni, talán leginkább a kormánynak, hogyha a társadalmi igazságosság érdekében nem is, a nemek közötti egyenlőség egyében eddig nem is, de akkor pusztán a politikai haszonszerzés érdekében pontosan látható, hogy érdemes
az áldozatvédelem rendszerét támogatni, segíteni, a családvédelem rendszerét erősíteni, támogatni, mert lehet még olyan helyzet, amikor jól jön nekik. Ha nem is szempont az, hogy a bántalmazott nőknek és családoknak, meg a társadalom egy eléggé meghatározó kisebbségének ez igenis nagyon fontos lenne, és valószínűleg a többségnek is, mert az se jó, hogyha valaki tudatában van annak, hogy másokat bántalmaznak, és ezzel nem tud kezdeni semmit, mert nem tud védelmet adni, mert ezt az egyén nem tudja megtenni. Szóval, hogy mindezt, ha nem is veszi figyelembe a magyar kormányzat, vegye figyelembe a puszta politikai számítást, és már csak ezért végre vegye kezelésbe ezt a területet, ha már másfél évtizeden keresztül erre nem volt képes. Másfél, három évtized. Jó, gyertek máskor is, és tényleg köszönöm, itt voltatok velünk. Dr. Nógrádi Noa, Sáfrán Réka, illetve Betlen Anna. Köszönjük. Sziasztok, minden jót. Nektek pedig köszönöm szépen még egyszer a figyelmet, ahogy mondtam, szerintem igazán sok hasznos, fontos szempontot, gondolatfelvetést hallhattunk itt a vendégeinktől az elmúlt közel másfél órában. Hogyha esetleg menet közben kapcsolódtál volna az adásba, akkor szerintem mindenképpen hallgass meg a legelejétől kezdve, és hidd el, hogy érdemes rászánni ezt a 70-80 percet a vendégeink gondolatainak a megismerésére. Ha egyébként szeretnél segítséget kérni, akkor a leírásban megtalálod a segítő szervezetek elérhetőségeit, fordulj hozzájuk bizalommal. Munkatársaim nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmed, én Gulyás Márton voltam Budapestről, jó éjszakát kívánok, ciao.